Pelenkát, játékokat, csokoládét és gyümölcsöt rejtenek azok a csomagok, amelyeket dr. Salac László adott át ma a családok átmeneti otthonának. Az országgyűlési képviselő ajándékait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat délalföldi régiójának munkatársai juttatják el hét rászoruló család gyermekeinek. Salac László továbbá két kunadacsi és két szécsényi városi család karácsonyát is szebbé teszi a meglepetésekkel. Az országgyűlési képviselő a Vojtila barátság központban is járt ma, ahová kilenc tortát vitt ajándékba. Az édességeket a mai ebédhez desszertként szolgálták fel a központban. A Lánchíd utcai sport általános iskolába húsz csomag érkezett. Az intézményben több mint húsz éve hagyomány, hogy karácsony előtt műsorral várják a gyerekek a nyugdíjas pedagógusokat, amit egy közös vacsora és ajándékozás követ. Ez idén a pandémia miatt nem valósulhat meg. Azonban a meglepetés nem marad el. Az iskolát támogató Mozgódiák Alapítvány felhívására csatlakozott dr. Salac László is amikor meghallottam ezt a kezdeményezést, hogy a Mozgódiák Alapítvány, illetve a Gyerkőcök Alapítvány kezdeményezésére egy ilyen karácsonyi ajánd, ajándékozás jön létre a nyugdíjas pedagógusoknak, akkor örömmel csatlakoztam hozzá, hiszen ahogy a, a köszöntőmben mondtam, az egész családom át a pedagóg, pedagógusok szellemével, hiszen édesanyám, keresztanyám, feleségem, hugom, mindenki pedagógus a családba, úgyhogy átérzem a pedagógusoknak a hétköznapjait, és a nehézségeiket, örömeiket egyaránt. A csomagok szaloncukrot, gyümölcsöt és a diákok által megfogalmazott karácsonyi üzeneteket rejtik. A közös felhívásunk pont erről szólt, hogy, hogy valahogy jussunk vissza, gondoljuk, jussunk el hozzájuk a négy fal közé, gondoljuk végig azt, hogy hogyan lehet, hogyan lehet kellemesebbé, hogyan lehet elviselhetőbbé tenni a, a bezártságot. És akkor jött a, a gondolat, hogy készítsünk egy olyan csomagot, ami, ami amiben számukra kedves ö, emlékeket, felidéző dolgokat fogunk beletenni. A nyugdíjas pedagógusok az ilyen rendezvényeknek köszönhetően tudják figyelemmel kísérni a gyerekek és az iskola sorsát, fejlődését. A nyugdíjasok mindig nagyon várják ezt az alkalmat. Ö, ö, ezek a nyugdíjasok, vagy hát ők, akik itt dolgoztak, nagyon elkötelezettek voltak az iskola iránt, és mindig nagyon nagy örömmel jönnek vissza. Nem csak azért, hogy egymással ők találkoznak, akik valamikor munkatársak voltak, hanem a jelenlegi kollégákkal is, és még akkor is, hogyha nem is, vannak olyan kollégák, akiket nem is ismernek, és mindig nagy örömmel nézik és dicsérik a gyerekeket és bennünket, hogy mennyit fejlődött az iskola. A csomagokat az alapítványok önkéntesei és az iskola munkatársai szállítják ki a nyugdíjas pedagógusoknak a következő napokban.